Határtalanul program keretein belül 2016-ban is elutazhattak az erdélyi Zsobokra a Gödöllői Török Ignác Gimnázium jelenlegi 7. osztályosai. A tanulmányi kirándulásról április 21-én tartottak élménybeszámolót a gimnáziumban. Április 23-án rendezték meg az Országos Tájházak Napja rendezvényt. Az eseményhez Szada is csatlakozott, a tájházban idén is változatos programokkal várták az érdeklődőket. 2016. április 23-án Hévízgyörk régi ételeinek elkészítésére, bemutatására és kóstolására várták a látogatókat a település tájházának udvarára. A rendezvényen 13 csapat összesen 18 féle tradicionális ételt készített el. 2016-ban 15 éves a Lázár Lovaspark. A jubileum kiemelt programjaként a Lázár család az édesapa idősebb Lázár Vilmos halálának 10. évfordulójáról is megemlékezve kápolnát szenteltetett fel Domonyvölgyben.